Tavaly látott napvilágot, Napraforgó című versfordításaidat egybegyűjtő köteted. Úgy tűnik egy könyvből, hogy a fordítás számodra elsősorban egyfajta találkozás, mint például az, amikor kezedbe veszel a tordai könyvesboltban egy könyvet, és rögtön tudod, hogy fordítás lesz belőle. Valóban vannak ilyen meglepő találkozások. Geo Bogza nagy román költőnek az összegyűjtött verseit találtam meg véletlenül egy tordai könyvesboltban. Belenéztem, és két-három vers elolvasása után teljesen világos volt számomra, hogy ezt én nekem le kell fordítanom magyarra. Nem tudtam az egészet lefordítani, mert sokat fordítottak már tőle, többek között Szilágyi Domokos is, és egy kötetnyit, és azt mondtam, hogy a Szilágyi Domokos emléke iránti tiszteletből azokat nem fordítom újra. Ma már bánom, hogy nem fordítottam újra, mert akkor kétszer ennyit is lefordíthattam volna, közel az egész életművet. Nagyon az én szívem szerint beszélt Geo Bogza. A magatartása, a minket körülvevő világhoz való viszonya nagyon közel állt hozzám. Geo Bogza, Orion. Sosem tért meg hajó a déli tengerekről, íj előkelőn, semmi áramon, és ilyen tisztán a baktérítőtől, ahogy a megtér ősszel Orion. Sohasem ragyogott zöld erdő fölött hófénye. Kaszálók nem látták még. Víz s hegy látja tavaszkor távozni őt, s gazdátlan maradt sokáig az ég. Kertek fölé újra október emeli testét a télen át élő fényhajónak, s platina csúcsú magas árbocai az ámuló világ fölött ringatóznak. Csillagkirály, hazája szeptentrion, fagyott világok fölött suhanó, így szeli át az ég nagy Orion, az örök létben ringatott hajó. A költői világodra némiképpen saját világodra visszatérve, és nem csak a költőire. Hát novellás kötetek, regény szerzőjeként, eszékötetek, eszék szerzőjeként is jó ismerőse vagy az olvasóknak. No, de emellett azért foglalkoztál a valamelyest a színházzal, a 60-as évek végén például az éppen akkori újfajta színházi mozgalmakról jelent meg egy rövidebb eszét tanulmányod, illetve van egy versziklusod, a Henrik király, ami azért olyan szöveg, amiben fölsejlik egy drámának a lehetősége. Gondolkoztál-e valaha azon, hogy drámát, színművet írjál? Azt, hogy gondolkoztam-e rajta, nyilván gondolkoztam, mert a szöveg színpadon való megjelenése az egészen más dolog, mint a leírt szöveg. Tehát más dolog hallani egy szöveget, a cselekményt látni, és más dolog könyvben olvasni. Ez természetes. Hát bűvöletben él az ember a színházat illetően, nem beszélve arról, hogy 10 éves koromtól állandóan amatőr színjátszó csoportokban voltam jelen, és nagyon szerettem a színpadi szereplést. Ez volt az ifjúkorom. Mi több diákkorunkban ugye volt egy világ ősbemutatónk itt a kolozsvári, most Lucián Blaga téri diákházban. Ez Bolyai Farkas Párizsi per című darabjának a kicsit kortársiasított, nyelvre átigazított 18. századi szöveg,
És ezt mi bemutattuk, hatalmas sikerrel, meg kell mondanom. Azzal is szembesülni kellett, hogy leírni prózába, könyvbe, novellába, esetleg regénybe egy párbeszédet például, az nem tűnik fel annyira a cenzúrának, beszéljünk egyenesen, és azoknak a ránk figyelő megbízottaknak, mint hogyha a színpadon elmondják. Mind a mellett Kötő József biztatására egyszer megpróbáltuk Horváth Bélával, a kolozsvári színház művészével színpadra írni a Kék Farkasok című regényemet. Abban az esztendőben, mivel sok minden állandóan és sokszor kampányformát öltött, akkor kiderült, hogy nincs romániai magyar színdarab, színpadi mű. Abban az évben éppen nem volt, és fent valahol kitalálták, hogy lehetetlen, hogy ne legyen egy hazai magyar mű, mi az, hogy mit csinálnak a magyar színpadi szerzők, és akkor summa-summarum ne nyújtsuk a dolgot. Horváth Béla azt mondta, hogy ő, mint akinek nagy színházi színpadi tapasztalata van, színészként és rendezőként egyaránt, azt mondta, hogy próbáljunk meg együtt dolgozni, és csináljunk belőle egy színpadi művet. Nagyon élvezetes munka volt, meg kell mondanom, és nagyon jó lett volna, már úgy gondolom, hogy a közönség felé sikerült volna közvetíteni azt, ami a könyvben van. El is készült egy példány belőle, de mire oda jutott a szöveg, hogy egyáltalán szóba kerüljön a bemutatása, akkor nagy sajnálkozások közepette tudomásomra hozták, hogy hát nem. A művészeti tanács a színházban úgy döntött, hogy ez nem. Én ezt első hallásra sem hittem el. Tudtam, hogy valami más munkálhat a Kötő véleménye szerint. Egyéb irány csak a szemébe kellett néznem, és láttam, hogy egyáltalán nem arról volt szó. Ő neki ezt kellett mondania, közölnie kellett velem, hogy nem fogják bemutatni a Kék Farkasokat. Az idő telik, aztán ugye 20-30 év után kinyíltak a Securitate irattárai, és hát én is hozzájutottam a rólam szóló Paksamétához, hogy úgy mondjam, és abban találtam egy kis cetlit, ahol valaki jelzi az eltársaknak, nem mondja azt, hogy nem lehet bemutatni ezt a színpadi alkotást, de a végén van egy árulkodó mondata. Az, hogy, és különben is a Megyei Kultúrbizottságnál dolgozó egyik volt kollégánknak a véleménye szerint sem. És hát ő is úgy gondolja, hogy ideológiailag azért van egy pár nem kívánatos dolog, ami miatt ezt a szöveget ő nem tudja. A becsületes ember lévén Fedő névvel írta, innen, tehát Literát nevű aláírással, innen tudom, hogy a belügyi szerveknek dolgozott, mert a párthoz nem kellett Fedő nevet írni, amikor egy ekkora csika véleményt is leírták. Így aztán a színpadi tevékenységem, a színpaddal való találkozásom elmaradt. A Henry király meg, hogy visszatérjek rá, hát lehet, hogy ebből az indulatból is valamennyi átjutott oda, hogy azt megírjam, ám de annak egészen más szerepe volt az én szándékom szerint,
az egyáltalán annak semmi köze nincs a színpadhoz. Az bizonyos párbeszédeket, meg monológokat írtam meg egy nem létező drámából, és a Henrik királyban tulajdonképpen a hatalomhoz való, a művésznek a hatalomhoz való viszonyát próbáltam volna beleírni. Abban az időben jelzem, és ezzel be is fejezem ezt a dolgot, mindenféle ravasságot ki kellett találni ahhoz, hogy a szövegeinket valahogy megpróbáljuk a közönség elé vinni, tehát a leírt szöveget. Tehát a magam munkáiból és a általam legtöbbre tartott kollégáim munkáiból is sokat tudnék felsorolni olyant, ahol tudom, hogy micsoda őrületes félrevezető címadások vannak. Tehát egyáltalán nem arról van szó, amit a cím jelez, van egy cím, és utána következik egy merőben más szöveg, úgyhogy jogosan lehet azt kérdezheti azt valaki, de semmi köze egyiknek a másikhoz, és valóban nincs, csak annyi, hogy a cím az elfedi azt a szöveget, megpróbálja félrevezetni a cenzúrát. Meg kell mondanom, hogy az esetek 90%-ában sikerült. Tehát egy ilyen adok-kapok harc ment a cenzúra és a szerzők között, már azokra a szerzőkre gondolok, akik vállalták ezt. Tehát, ahogy az egyik kollégám mondta, egy meredek szakadék partján tanultunk sétálni. Ebből következően van egy olyan vonulata a romániai magyar költészetnek, ahol sok ilyen munkát találunk, és ami miatt például magyarországi kollégák néha úgy vélekedtek erről az irodalomról, hogy ennek már rég lejárt az ideje. Tehát az allegóriák használata, az eldugott, hogy mondjam, gondolatoknak a használata, az ma már nem divat, annak vége van, az 19. századi. Tehát ott, amiben lehet, hogy nekik igazuk volt, csak hogy mi nem Magyarországon írtuk ezeket a szövegeket, hanem itt ellenben feltétlenül megnyugtató az, hogy miközben a mi íróink ilyen szövegeket kezdtek alkotni, velünk együtt alakult ki az olvasó rétegünk is. Tehát tudtak a sorok között olvasni. Ezt valamikor kicsi gyenge szellemességként úgy fogalmaztam meg, hogy az abban az időben a romániai magyar költészetben, tehát egy romániai magyar versben mindig két volt, még egy vers. Az a sorok között volt. Zárásként ez iránt érdeklődnék, hogy örömmel látom, hogy műfordítással is foglalkozol mostanság, illetve úgy tudom, vagy adott pillanatban készültél egy regény megírására is. Hát a műfordítást azt addig, ameddig olvasok, ameddig hozzám jutnak újabb és újabb szövegek, mindig akad olyan, amit nagyon szívesen lefordítok. Vagy megtalálok régi verseket a régi folyóiratokban, román vagy külföldi kollégáktól, azokat, amikre úgy gondolom, hogy még ma is érdemes odafigyelni, azokat megpróbálom lefordítani. Tehát a műfordítás az a írói munkámnak az egyik, egyáltalán nem, számomra nem elhanyagolható része. És hát a regényírás az tulajdonképpen úgy állok ezzel a dologgal, hogy
nem igazán tudnám magam számára megfogalmazni, hogy mi a regény ma. A Kék Farkasok című regényemről én akkor tudtam meg, hogy az regény, amikor megjelent, mert rá volt írva a borítólapjára, hogy Kék Farkasok regény. Én csak írtam egy prózai szöveget, egy történetet. Lehet, hogy szerencsém volt, mert ha a regény szabályai szerint akartam volna alakítani a történetet, akkor bizonyos gúzsba kötött állapotba kerültem volna, így viszont nem nagyon zavart. Regényt írni, mi a regény, megkérdezném most tőled éppen. A szó klasszikus értelmében, tehát én sose tudtam, és nem is akartam úgy prózát írni, mert miközben nagy csodálója vagyok az igazán nagy regényeknek, ahhoz nekem türelmem se lett volna, azt hiszem, és aki már egyszer verseket kezdett írni, az tudja, hogy milyen az, amikor megkezdesz egy munkát, és belátható időn belül a végére is érsz. Tehát azt, hogy 10 évig ilyeneket olvasok, hogy valaki 10 évig írt egy regényt, vagy 15-ig, vagy 20-ig, ezt én elképzelhetetlennek tartom. Köszönöm a beszélgetést, minden jót kívánok neked. Én köszönöm a meghívást.